Hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket! Ismét egy erdős melót kaptam. Ha érdekel benneteket a dolog, tartsatok ismét velem! Ismét kaptam egy erdős melót, még nem kaptam meg pontosan a címet, itt várok egy pihenőbe, az M3 mellett. Ha minden igaz, a srác, akit hívnom kellett, mert nem is a Brennerem adta a címet, a srác, akit hívnom kellett, az átküldi Vatapon, de még mindezt várom. Még várom a térkép adatokat, hogy átküldje a srác, akivel beszéltem. Azt mondta, hogy Vatapon átküldi majd, hogy pontosan hova kell mennem. Most Fleetnél vagyok, fönt, és Southamptonba mondta, Southampton környékén. Oda kell lemennem valami erdőből, majd átküldi a koordinátát, vagy gondolom csak a pinta Google Map-en, és én még megyek oda egy újabb erdős melóra. Közben indultam másfél óra után a pihenőből, de a fiatalembert hívtam, és át kellett neki menni egy másik szájtra, és nem tudja, hogy hova kell mennem pontosan. Úgyhogy most elég egy pihenővel lentem megyek, szerintem azt mondja, hogy Southampton irányába jöjjek, mert pontosan még nem tudja, hogy hova kell, hogy menjek. Tehát most elmegyek abba az irányba, szerintem még egy pihenőt, és mert akkor kiderül, hogy mégis hova kell mennem, de nekem ezt ma le is kéne raknom szendvicsbe, ami nem van télen a parton, közel a parthoz. De gyanús, hogy én azt ma már nem fogom lerakni. Az összes lefelé vezető lébáj zárva. Ezt jó kitalálták karácsonykor. Mondjuk, ja, mondjuk nem föntről megyek, hanem szerintem minden oldalra az M27-en megyek keresztbe, ott el alul. Úgyhogy egyelőre így indul ez az erdős meló. Hogy nem tudom, hogy hová kell menni. Ahhoz képest, hogy a... Ja. Most arra gondoltam, hogy a legény ugye ott van valahol, de nincs ott, mert épp azt mondta, hogy átment valahol máshova, azért nem tudja elküldeni a címet, vagy koordinátát, hogy hova is menjek. De mondjuk ez másfél órával ezelőtt volt, tehát nem hiszem, hogy ahogy hívtam, hogy azonnal átment egy másik szájtra. Ezek azok a dolgok egyébként, amik ez a legtöbb sofőr nehezen visel, mikor várni kell. Köztük én is egyébként, mert ha bizonytalanságba kell várni, nem tudod hova kell menni, vagy mit kell csinálnod, az egyik legrosszabb. De
ezzel azért a legtöbb esetben szerencsére úgy vagyok, hogy majd megmondja, hogy hova kell mennem, és akkor megcsinálom. Mondjuk ez a többi az ő dolga. De szerintem itt is várok még egy órácskát ebbe a pihenőbe is, mert nem tudom, a legény mondta, hogy menjek el abba az irányba, de nem indulok el úgy, hogy nem tudom, hogy hova kell menni, mert az viszont nem én vagyok. És közelebb megyek még egy pihenőbe, onnan már közelebb vagyok szerintem Southamptonhoz. Fél óra. Hát jó, nekem másfél órával ezelőtt ad egy címet, akkor én már réges-régen ott lennék, tehát az hülyeség, amit ő mond, hogy menjek el abba az irányba. Azért ez nem a kis falucskán gondolom, hogy menj el abba az irányba, és akkor már ott a Jóska Pista megmondja, hogy hova menni. Ez nem az a rendezvény. Nem még személyautóval odamész. De Southampton egy olyan kicsi, hogy csak úgy oda menjek. Mert ha csak úgy oda megyek, merről menjek? Jobbról menjek, balról menjek, vagy álljak meg fönt? Hát nem tudok megállni, mert nincsen semmi. Se pihenő, semmi. Most Winchesteri pihenőbe akarok megállni. 22 mérföldet ír Winchesterre. A pihenő szerintem fölötte van valahol, nem találtam most az előbb. Szartna van, de úgy közben majd szerintem oda bemegyek újra. Ha ír, ha nem, akkor felhívom a trenőrömet, hogy amit adtál számot, az ő nem tudja, hogy hova kell mennem. Vagy adjál másik munkát, vagy akkor találjátok ki, hogy mi legyen. Ja, igazából, amit a legnehezebben viselek, az a bizonytalanság. Mikor nem látom magam előtt a célt, hogy mi a következő feladat. Én mindig ezért szoktam, ha nem tudom a következő melómat, én lerakás közben, tippingelés közben hívom a plenőrt, hogy mi a következő. Én nem úgy vagyok, hogy megcsinálom, aztán kimegyek, megállok valahol, egy pihenőt kiveszek, az közben feljön, hogy ah, üres vagyok, hova menjek? Na, ez nem én vagyok. Én nekem onnan látnom kell, hogy hova megyek, mert én nem szeretek városba irány, oda, én nagy ritkán előfordul, hogy meg kell állnom, főleg a fonalat vesztek.
tegnap sikerült lemosnom Runkonba, az egy saját Jenkinsonos telephely. Runkonba lemosni az autót, de nincsen kefé, úgyhogy most meg kell szereznem egy mosókefét szerintem, mert nincsen mosókefé, amivel megdörgöltem volna. Van ez a nagy nyomású, nagyon fasza volt, csak nincs, amivel kicsit meg dörzsöljem, azt nem jött le a cucc. A nagyja szerintem csak a port leveredtem az autóra, meg mostom a trélert is kívülről. És ráadásul az a nagy nyomású tud meleg vizet is. A múltkor volt benne meleg víz, az jobban lefaradta a tüccöt. Lassan ide is érek. Közben nagy sokára, 2,5 óra múlva sikerült a legénynek megküldeni a koordinátát. És... Ahead. Keep left. Nem találtam meg pontosan azt a kis utcát, amint be kéne menni az erdőbe, de maga az erdő mellett megy egy... Hát úgy gondolom, hogy egy kicsit szélesebb út. És... Azon megyek be, ha minden igaz. Itt is megmaradt a rejkviák, ős házak. Itt kéne valahol bemennem jobbra, de ahol. Ja, még odébb. Mi balra. Az ember már csak próbálja azt hinni, hogy jó irányba megy. Ide is értem, kinyitottam a tetőmet hátul. Elég forgalmas út, de nincs itt a kapu, úgyhogy nem tudok bemenni, mert még a csiper nincs itt. Arra várok, és remélem, mi hamarabb ide jön, hogy ide ér. Most indultunk el befelé. Ideért a daráló is. És mindenki szépen felvonulunk. Valahol bent van valami megfordulási lehetőség. Az meg átfér az a cső alatt.
Hát az mondjuk hozzáér. Az mondjuk kajak hozzáér. Nem látom a kameraképet. Hát akkor pont átférek, de szerintem nem 4,8. Koppan. Le is szakítottam. Mondom én. Le is szakítottam azt a csövet. De basszik, akkor ez a trailer se 4,7. Vagy a cső nem 4,8-an volt. Az le is szakítottam azt a csövet. Az fasza. Van egy vezeték egyébként, ez az miatt van ez a cső. Képét, de... Hogy innen bentről találja belénk a cuccot? Nem is onnan lentről előről. Lehet. Közben nem tudsz. Még azt is elhiszem. De hogy ezek oda betalat, ide bejön, oda meg visszadalat. A végén a TL ágazásban. Jó, szerintem. Úgy látom, nem akar konnektálódni most a... Hova találtak ezek oda be?
Konofa nincs. Azt kajak nem annyira. Látom, de talán ott van egy nagy tuska. Csúszni. De szerintem ez a legelső rakással kezdi nyilván. Úgy gondolnám. Most beállítja magát. Nem tudom, a külső kamerán mennyire látszik. De már úgy látom, el is kezdi nyomni bele a cuccot. És innentől kezdve csak várok, hogy megtöltse. Na, elkezdte adagolni a srác. Ez most jobb daráló egyébként, mint a másik volt, mert ez fölülről, ennek nem kell, hogy nyitva legyen az ajtó, ez átéri a trailer magasságot. De most én becsuktam egyébként ajtót, ablakot, mert elég fújja a cuccot mindenfelé a kép. És most azt a nagyrakást, amit pont azon az oldalon láthattok, azt most szerintem belém is kaki, de még szerintem másikat is. Innen. És az adnom milyen szépen mutatja, hogy hol vagyok. Konkrétan nem mutatja. Mert csak pöttyöket mutat, mert kajak az erdőben nem látja az utat.
pedig a TomTom az még a nagyobb gyárterületeken is látja a belső utakat, mindent. De az erdőt, azt nem. De nem sokat kell elmennem szerintem, mert van még két valahoz szám, mire ez megrak, nagyjából marad egy. Úgyhogy szerintem túl messzire nem kell ezzel mennem már ma. De hát megint dolgok, visszamegyek egyébként Winchesterig ide a pihenőhöz, ahol már egyszer ma voltam. De majd elválik, de most ezt miért mutatod te nekem így? Föl kellett jönni itt az előbb, azt nem tudom mennyire látszik a videón. Egy ilyen TL ágazásig. Én voltam az utolsó, de meg is fordultam, ahogy itt megálltam, ki akartam nyitni a legénynek az ajtót, de dudál, mondom, mi bajod van? Akkor látom, hogy melmeri fel a csőrt, azt a kifújó izét, ami fújja ki a forgácsot. Ja, mondom neked, akkor ne kinyitom az ajtót, de jó. Az nekem jobb is egyébként a Kröning Schied miatt, mert az én nem bírom előre gyártatni. Mert a másiknál, ami alacsonyabb, ami hátulról fújja be, félig vissza kell húzni a falat, ha ugye alumínium falam lenne, de ugye nekünk nem az van, azt félig vissza kéne húzni, és ahogy elkezdi megtölteni, ugye a flót előrébb járatni, és akkor úgy szépen bemegy a cucc előre, teljesen előre jön a cucc, belül nem bírja átfújni, de ez sokkal nagyobb erővel fújja ki, tehát ez befújja ide a tréler elejéig teljesen. Elég jó, elég jó, aki egyébként már 4 tonnát zárgott. Ilyenkor nem mutatja a számot. Ugye mindjárt újra kezdi számolni, hogy a fognak a kereket nem volt beleszámolva a súlyba. De én befele jövett egyébként, elütöttem az oszlopot, amire azt írta, hogy 4,8 magas, amit nem annyira akarok elhinni mondjuk. Mert én 4,66 vagy 4,67 valami ilyesmi vagyok. Kocra. De az a cső nem volt szerintem 4,80, de 4. Aha. Talán most kell, hogy a fülkére a tudtad. Mert a 4-8-as rajtfordítan ellen átmegyek. Összek nincs probléma. Volt már, hogy megállítottak egyébként. Úgy állít meg, hogy ugye két sorompó van a bevezetésnél. És ott először megállít az első sorompó, ahogy lelassuljon a sor. Tehát megbírjál állni majd. És mikor elindít az első sorompóval, a második sorompót pirosan hagyni, tehát ne engedne hagyni a sorompót, és csak te maradsz benne. És ott megmérő valahogy szerintem valami lézerrel, vagy valami kamerával ő megmér, és utána enged tovább. Már ott két-három ilyen alkalom volt, és én úgy gondolnám, hogy ez miatt. Mert arról 4-8-as a híd, én arról szoktam menni, mert nekem ott egyszerűbb átmennem a jobb oldali sávba. De hamarabban szakadok vonalom, arról záró vonal van, ha jobb oldalról megyek balra.
Ez belém is rakta az összeset. De az a boklot is mindent. Én még már azt hittem, hogy majd ide egyébként be kell tolatni, ezt nem is gondoltam, hogy erre fent az erdőben van egy ilyen megfordulási lehetőség. A baloldali tükörben látom nagyon, hogy nagyon fújja a port kifelé. Port, hát a forgácsot, meg a mindent is. Egyébként az előző szerkesztésnél is rájöttem, hogy ennek a kis állványnak a fején van egy kis konzol, amire fölteszem a kamerát, és itt fönt látszik, hogy nem vízszintesen van. Ez a kis konzol, ahogy nézem, ahol nem egyenesen van a menet. És látszik, hogy nem vízszintes maga a kamera. Na jó, van még egy gajosztáló? Jaj, van ott még egy kis pozót. Az a lakás elfogyott. Kicsit leengedem az ablakot, hogy... Mondom, leengedem az ablakot, hogy kicsit. Már csak akkor akarnak elindulni, hogyha felveszi a lábát. Aha, most felvett az egyik lábat. Akkor sebesség. 9 tonna, 10 tonna szerintem nagyjából, amit csal a mérlegem. Utána az mondjuk nem szavazik. Majd olyan kerekekkel. Ennek is meg lehet a szépsége, ennek az erdős melónak egyébként. Már nem a részemről, mint kamionos, hanem ez a favágók részéről. Mert ő valószínűleg csak egy a sok közül, aki itt jár, ő ledarálja ezt a chipnek való cuccot. Nézzünk, milyen fák. Ó, ezért otthon mit nem adnának. Jó, az rá is van egy rúd csip. Itt azért rég neki, lehet, hogy mindjárt menjek előrébb. Mondjuk itt van az óriás rakás. Balról. Meg van egy elő magam előtt jobbról. Hát szerintem nem sokat rak, mert még másik tízest még belém rakoszt. Jó napot. Tele is van a stanisztli. Utána csak visszatalad oda az ő parkolójába, ahol ledobta a trailerét. Jó vagyok itt, vagy menjek előrébb?
Nem mondja, akkor szerintem nem. Akkor a bozót, hogy szerintem ezt a vékonyabb szart. Nem is kell sebességbe tennem most. Na honnan a tökömből? Ja? Még egy kicsit. Kettő dudál, egyet dudál. Aha, leteszi a talpat, akkor ő darálni fog. De már fújja is, de már látom. De mit fúj? Gondolom még, ami benne maradt a gépbe. Ez egy csora masina. Adnának ezért a fáján minden összedarálnak. Azzal még azt hiszem, hogy kifűtenék, hogy három teret biztos. Az szép. Azt beterítettem a fülkét. Az. Figyelj be te. Az mindent beterített. Azon a könyvben meg van írva. Pedig van azon a csőrön, amivel fújja cuccot föl, egy kamera is, lámpa is, kamera is. Tehát ő akár éjjel is dolgozik, vagy bármi, amit akarsz, egy nagyon profi cucc. És az annyira önjáró, hogy a trélert, amit húz, gondolom ott valami szerszámok vannak, meg egy óriás dobozba, meg egy kis autó, egy ilyen kis furgon. Ott valamivel elmegy valami. Ilyen éve, vagy üzemanyagé, vagy akármilyen kell. De ez a gép egyébként önjáró, az elég gyorsan is tud menni. Úr is jött ide. Valaki írt, hogy dolgozott ilyen masinán, és jó volt neki. Van egy kommentelő néző. Amit egyébként az előző videómban is mondtam, hogy tényleg várom, hogy kommenteljetek, írjatok, mert onnan tudok javítani, vagy fejleszteni valamit a videóimon, ha írtok. Valaki megjegyezte a múltkorin a mikrofont, hogy milyen jó a hang. Egyébként semmi nagy. Semmi nagy. Nem használok, csak egy kis csipetős mikrofon. Ami szerintem nem is egy márkás, és ez van nekem rákötve közvetlenül a kamerára. De
mikor van külső felvétel, és akkor külső felvételből is szoktam valamennyi hangot rajta hagyni, mert jobban hallatszik az autó, plusz a belső is hallatszik az autó. Egyébként attól is nagyon jó van. Azt mondjuk beterítettem, de mit szólok itt, de az be a szétrelő mögébe küldi, az ott marad szerintem örök életre. Ezt előtt lentet várok fel kell izélnem, mentem a tesetőrnek. Nem olyan finom, hogy tudja állítani a fújókának, a fúvókának a végét, amikor hogyha szabályozza, hogy előrébb, hátrébb, lentebb, fentebb mennyire tudsz, mondom, nem olyan finom, hogy tudja állítani. Ezt meg kitnövik el, amit húz vele fel. Mondom, azért picskolja a fülkére. Sőt, biztos, hogy benne nem szándékozom. Egyébként az előző videóban, amit szerkesztettem, azt a kis csörlőt, hogy visszaengedi a cuccot, nem lett tökéletes. Utána ugyanazt a kis konzolt, azt az elalakú konzolt, amiben egy csavar tettem vissza, azt én valamelyik este átfordítottam ellenkező irányba. Alig bírtam összerakni, meg le kellett húznom egy csomó szalagot erről a csigáról, egy csomó szalagot le kellett húznom, hogy egyáltalán fel tudjam tenni a rugót. Mert épp, hogy tele lett az anya, ahogy felfogadtam, utána meg alig bírtam rá visszatekerni ezt a szalagot. Annyira nehéz volt, annyira fogta. És azóta úgy néz ki, hogy jó. Azóta úgy néz ki, hogy jó, mert még múlt hét mindig nem volt tökéletes, mindig leengedte egy 40-50 centit, ami pont elég volt ahhoz, hogy egy csomó cucc átforduljon rajta. És söpröket nem kell, de most úgy tegnap, ma elég egész jó nézett, tegnap vittem vele fát, és az egész jó kijött. Egy lyukaszállam nem maradt fenn, mert lesöprögettem, mert rakraposat hoztam délőt, a virágföldet, csak a port kellett söprögetni, mert a fa nem maradt fenn, tehát jó lett, úgy gondolom. Kapja, az biztos, hogy behúzza egy nagy karmokkal a hengeren, majd egy nagy henger, ami húzza befele a cuccot. Az ilyen flexibilis henger, hogy így szétbír menni. Ugye végül nem vastag a fa. Valamit nyom bele, a szénten megy, de a szállt, akkor biztos, hogy nem engedi vissza. De belülről meg nem cserdő, nem darálja is. Cserdő, hát van ilyen daráló szerűség.
gondolom egyébként, hogy nem tudom egyébként biztosan, de valószínű, hogy egyébként hidraulikus, nem mechanikus lehajtáshoz a tudsz. Nem valami hidromotor hajtja. Egész jó ide van egyébként, még 12 fokot volt az autó. Se kabát rajtam, semmi egész. Az is lesz már kicsit ott, szerintem lentebb én megállok. Hogy ne sopregessem a fülkének a tetejét. Egynek szúrjam szét a faluba, kettőnek, hogy de az a kocsi, az nem megállítja, azt látom. Látni. Hát még azt a rakást lehet, hogy beletehetek, ha nem. Várjál, akkor tele vagyok. Tehát belad, mert akkor már túlsúlyos is vagyok, szerintem nem mutatja a kocsit. Egyébként egy 3 tonnát csal, mert olyan maximum 23-ig tudom felengedni, amit kijelez nekem 23-at. Oráig tudom felengedni, mert nagyjából ott vagyok a 25,5 tonna, amit rám rak. Ez volt akkor 44 alatt, vagy ott még nem vagyok túlsúlyra. Elméletileg, de a múltkorinál majdnem 3 tonnával 2,8-al voltam több. Nem tudom mi miatt, mert egyébként mi az segít, hogyha mozogsz, tehát előrébb, hátrébb, bászként, nem a kéziféket. Ugye a légrugón keresztül méri ezt a súlyt. De ezzel a trailerrel nem volt fontos. A régebb, de nem voltak rosszak. Azok szinte volt, amelyik hajszában most 1-200 kilóval. Rendezette, szinte, hogy nem megmondta a súly. Forgalmas úton, ahol kint álltunk. De tök sok autó járt. Pedig ez egy tök elhagyatott úgy itt. Szinte nem a semmi közepén, Winchester alatt.
5.30 nekem alakul, csak holnap a munkát. Hát nem. Ezzel hát 3 óra 20 perc, ahova viszem, szemlis bele. 3 óra 20 perc. Kimegyek. Erre 2 óra, 2,5 óra. Szerintem reggel. Hát akkor elég korán kezdtem, de hogy kéne kezdenem, mert ma is megpróbáltam korán kezdeni. Reméltem fel kell. Szerintem nagyjából jó is vagyok, az beállapod. Most 22.8. Szerintem nagyjából jó is. Beveszem a mikrofont, kiszállok. Ja, kiszállok. Hello? I think I'm okay. Like 25, 25 and a half now. Szépen legurulok. Eközben hátra mentem, hogy majd idadja nekem a tiketet. Eközben vár valami kódra. És most helyet cserél, azt én előrébb megyek itten, majd itt becsukom a tetőmet, meg akarom kicsit söprögetni az autót. Kifelé. Itt az áldozat. 4,9 méter. Safe clearance, 4,9 méter. Az nekem nagyon jó. Jó, de ne menjek már az útra. De ez biztos, hogy nem volt 4,9-en. Az biztos. Hát nem vagyok magasabb, mint a cső. Szerintem csak az egyik fele le van süllyedve, vagy nem tudom. Na, megkaptam egyébként a papíromat. Úgyhogy irány, surány. Pontosan nem tudom, hogy
ahol éjszakázom. Kicsit várjuk. Mert a mikrofonom az... azt bevettem a izé alá. És iszok. Egy kis narancslét. Jaj. Ez egyébként a egyszerűbbik erdő. Erdős fuvar volt, de jó, hogy jöttök jobbról bárhol mindenhonnan. Köszi szépen. Köszi. Jó csávó vagy. Örülök, hogy találkoztunk. Szatnamom egyébként azért mutatja ilyen távolról most az utat, mert kivettem belőle a 3D-s nézetet. És ilyenkor föntről mutatja 2D-ből. De így pontosabban látom azt, hogy mondjuk 3-4 mérföld múlva nekem el kell fordulnom jobbra. Amit mutat fönt is, de látom maga az útvonalat, hogy merre. Ez körforgalmat ne előnyös lett, de szerintem én nem vagyok 20. Nincsen rajtam 20 akárhány tonna. 25 szerintem csak... szerintem csak 24. Ezt tippeltem, hogy 24, de ez holnapra el fog válni, vagy ki fog terülni. Mert holnap reggel lesz az idő. Mennyi idő van? 1 óra 40. Az nem oly vészes. A kolléga... az, hogy itt volt egy lébáj. Na most már mindegy. A kolléga azt mondja nekem, hogy 4 méter 8. Hát mondom neked, az a stopper, az a vas, ami megfogja a tetőt, mikor kinyitod, az neki éppen, hogy hozzáért. Az nem tudom, hogy látszik a felvételen. Az éppen, hogy hozzáért. Az éppen, hogy hozzáért neki, mondom, nekem meg levitte a csövet. Hát hogy lehet, én meg 10 centivel elmertek, 14 centivel alacsonyabb vagyok, mint ő. Ezt most itt van a part-time szignál, itt a piros, de hol a piros, mert egyébként a vonal meg itt van, ahol elsőbséget kéne adnom. Hogy akkor hogy vitte le az én trélem a magasságjelzőt, hogyha az enyém még 10-14 centivel alacsonyabb, mint az övé? Nem értem, mindegy. Azt szerintem én manuálisan mérőszalaggal meg fogom mérni. Nem emlékszek, hogy itt van a mérőszalagom, de a kocsiban van. És meg fogom mérni, mert hogyha fel van emelve a bogi, akkor ez lehet, hogy magasabb nekem. És én szoktam üresen is menni itt-ott. Itt-ott, amit nem szeretnék megakadni, úgyhogy ezt le kell tisztelni. Egyébként 4.66, tehát ez izével együtt, nyereggel együtt, már az 1.25. És 4.66 rá van írva a trailer a csávó, azt is mondtam, amikor felvettem. És 4 héten használom a szatnagot, tehát az is van beállítva, meg az is van beállítva, 15,6, tehát 15 fut. 6 incs, az ugyanaz, vagy egy kicsivel több. Megálltam volna abba a live-ba, szerintem le lett volna tudva a napom.
kettőkkel kezdhettem volna mondjuk. Hú, hát vagy 4-kor kezdeni kéne, az nagyon sok. Be tudok kezdeni 4-kor, már 6 óra, 7. Hát ja, akár. És 22-t mutat az autó, 22-2-t a súlyt, a nettó súlyt. Mikor meg megraktak, akkor meg 23 valamennyi volt. 23 egész valamennyi, és nekem annyi, ami a max. Számomra is elég megfelelő lesz, de úgy látom, hogy nem. Főleg így, hogy benne áll egy személy autó. Egy kiránduló. Akkor megyünk tovább. Estét csaptak. De nem tartanám kizártnak, hogy ezek holnap reggel ragadnak ugyanott. Ahol én most. Ez itt egy busz megálló. Tehát ez nem volt olyan de nagyon bonyolult erdő, erdős munka, de egyébként ezek úgy mindig érdekesek, hogy hogyan mész be, hogy fordulsz meg, be kell tolatni, elejével mész be. Tökre meglepődtem, mikor mondta a srác, hogy hát elejével kell bemenni, én ezek az utolsó. Hogy értem én ezek az utolsó, hát én jöttem először. Hát azért, mert én fordulok meg utoljára, és akkor én leszek legelő konkrétan. Hú, baszki. Akkor én leszek legelő kifelé. Bocsok, áramkodás, de pont már a trélre méri az egész fát, meg a bokrokat, mindent. After 300 yards. Go right on the roundabout, second exit. Az emelkedő alig tudok felmenni.
konkrétan, tehát nem tartom kizárnak, right hogy... on the roundabout, second exit. Tele van a puttony. Nem tudom, van-e indexed. Hát akkor használjad, vagy majd akkor legközelebb használod, se baj. Most meg lassíts le, kösz. Forgás volt egyébként a fülkének a teteje. Ezt nem is bírtam rendesen letisztítani. After 300 yards, cross the roundabout third exit. Cross the roundabout third exit. Szerintem mára legyen ennyi elég a forgács felvételből. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, kommenteljetek, nyugodtan bármilyen észrevétel érdekel, osszátok a videót és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen, sziasztok!